Nyirati Csilla családja által került közelebb a művészetekhez. Motivációt bármilyen látott képből tud gyűjteni, és mindig a változatosság jegyében alkot. Gyerekkorom óta rajzolgatok és festegetek. Édesapám festőművész volt, és én úgy gondolom, hogy őtőle valami tehetséget örököltem, és ezt próbáltam egy kicsit megmutatni az itteni képeimbe is. Teljesen vegyes dolgokat próbálok az internetről képeket keresgetni, és abból merítek ihletet, és abból hozom össze tulajdonképpen az itt látható képeket. Legtöbbször több képből próbálok összerakni egy kompozíciót, és akkor abból alakul ki a kép. Autodidakta módon tanultam, tehát ez nem iskolában, hanem hobbiként álltam neki, és először rajzolgattam, és később kezdtem el nem olyan régen akrillal dolgozni. Elmondása szerint, amikor fest, úgy érzi, megszűnik körülötte a világ. Az alkotói folyamat során sokszor saját élményeiből is táplálkozik. Szeret arcképeket is festeni, a teremben láthatunk lányáról készült képet is. A vadállatoknak a festése, rajzolása az legtöbb esetben inkább olyan ihletésű, hogy párom vadászik, és kísérőként szoktam vele menni, és abból jönnek ezek az ötletek. Ezen kívül szeretek interneten is képeket nézni, és akkor ebből így összeollózgatom fejbe a képeket. A többi képpel úgy vagyok, hogy szeretnék másoknak is örömet okozni, és ezért mindenfélét próbálok belevinni a képekbe, hogy hát valakinek valamelyik képen megtetszik. Nagyon szeretem a különböző női arcokat is rajzolni, festeni, exotikus arcokat is, de az európai emberi arcokat, és azon kívül található japán hölgy is közte, azért, hogy ne legyen egyhangú a festmények.